Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Tatabányán. Ahogy ezt már szoktuk, mondjuk el a tiszta univerzum mantráját Óm Nám közösen hétszer. szer Köszönöm szépen. Nem szeretem a buddhizmust. Szerintem egy rendkívül bonyolult, nehézkes, nem túl praktikus út. Azért zent azt még kevésbé szeretem, mert azt megcsinálni kell. Nem lehet csak úgy elgondolkodni rajta, elmondani a jó hírt, mész haza, és már csak hinned kell. A zenben a tapasztalatra épül minden, és ebből következik a hitrendszered, nem pedig valamilyen igének vagy szóbeliségnek az elsajátításából. A buddhizmust azért sem szeretem, mert olyan alapdolgokkal kezd, amelyel én nem szeretek foglalkozni. Nem szeretek foglalkozni a szenvedéssel, én boldog szeretnék lenni. De kiderült, hogy mindaddig nem lehetek boldog, ameddig az akadályokat el nem hárítottam a boldogság útjából. És az az igazi kérdés, hogy ha nem látom magamat mélyebben, mint a hétköznapi szerepem, szerepszemélyiségem, akkor lehetek-e egyáltalán boldog? És kiderül, hogy nem. Tehát, hogyha nem ismerem meg magamat kellő mélységig, akkor a másikat sem fogom tisztán látni. A Buddha több mint fél évezreddel Jézus előtt olyan tanítást a hagyott hátra, amelynek 84 ezer kötet kell, hogy az írás beleférjen. két és fél élet nem elég, hogy elolvasd. Mégis a lényege egyetlen egy mondatban meghatározható. Ha meg akarod ismerni a világegyetem természetét, akkor tapasztald úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ez a mondat körülbelül annyit ér, mint hogy higgy Istenben. Tehát, hogyha nem meditálsz, nem tapasztalsz, nem engeded, hogy az egódnak a fala egy kicsikét elvékonyodjon, vagy uram, bocsán, leomoljon, ez körülbelül ugyanannyit ér. A buddha viszont tanított valami olyasmit 49 hosszú éven át, amit praxisnak vagy gyakorlatnak hívunk. És ezért is kezdjük a nehezével. Ezért is kezdjük azzal, hogy bennünk mi az, ami megoldatlan, mi az, ami az akadály, tehát mi az, ami szenvedés. Mi emberek elképesztő erős paradoxonokból vagy ellentétekből vagyunk összegyúrva. Vagyunk egy mullandó testben, 60-70% a víz, egy olyan lélekkel, ami nagyrészt tűz. Ez a tűz ég a szemünkben, ez a tűz ég a fülünkben, ez a tűz ég a bőrünkön, ez a tűz az, ami a lélegzet során ugye az oxidációval keletkezik, és itt nő a hő, ahogy az érzelmeid ugye, súlyosbodnak és szaporodnak. Össze vagyunk gyúrva a mulandóság tudatával és az öröklét iránti vágyjal egyszerre. A tökéletesség kényszerével és a tökéletlenség elkerülhetetlenségével. A szabadság igényével és a feltételhez kötött lét nyomásával ezekből vagyunk összegyúrva kőkeményen, és ezekkel az ellentétekkel valamit kezdeni kell. Általában azt szoktuk, mint hamupipőke nővérei, hogy levágdosunk magunkból, nem vagyunk hajlandóak tudomást venni magunk bizonyos kérdéseiről, kínjáról, akaratáról, csak az, hogy beleférjünk a világba, hogy minket elfogadjanak, hogy találjunk valamit, amiért érdemes élni. És miért a legfontosabb kérdéseidet nem tetted föl, a legőszintébb vágyaid nem, pedig, nem, mentek egyenesen, hanem elfolytottad őket, onnantól kezdve az életedet lefokoztad, és elkezdesz vérezni ott lábban, mert nem fértél bele a cipőbe. És akármeddig vágod a lábadat, akkor sem fogsz beleférni a cipőbe. Tehát a szenvedésnek azt a tényét, hogy megszülettünk, felnövünk, megöregszünk és meghalunk, ezt a tényét nagyon kevesen vesszük tudomásul. Próbálunk elfeledkezni a halálról. Mint hogyha az nekünk valahogy másképp lenne. Majd addig kitalálnak valamit. Majd valahogy megússzuk. Ez az, amikor levágjuk a sarkunkból azt a bőrkeményedést, azt a részt, Amiről azt hisszük, hogy felesleges. Hát most éljünk, éljünk, főleg most éljünk a mának, a kliknek, az enternek. De mihelyt ezt a bőrkeményedést le akarod vágni, vele jön a hús is. Kiderül, hogy amikor megszülettél, már jegyet váltottál a ladikra. Ott van az érme a zsebedben. Oda kell adni Káronnak. Ez a négy nagy szenvedés. És a négy kicsi, ami nem is olyan kicsi, olyan társaságban vagy, akikkel nem szeretnél együtt lenni, nem vagy azokkal, akikkel szeretnél együtt lenni, olyat kapsz, amit nem akarsz, sárga csek, és nem kapsz olyat, amit szeretnél, lottóltös. Ez a négy kisebb szenvedés. És a buddha, és az egész patriarkális vonal, a téraváda, a mahaján, a vadzsaján, a zen, tehát akárhova mész, ahogy azt említettem, az elején egy gyakorlatot ajánl, hogy ezzel te hogy birkózz meg. A mai New Age-nek több ilyen kis bűvszava van, az egyik az elfogadás, hogy fogadd el. Nem, nem tudom elfogadni. Ezt az egészet én nem tudom elfogadni. De hülyén lázadni se szeretnék. Tehát mit tehetek? Megpróbálok látni, tisztán látni. Az advaita, tehát nem kettősség alapú idniai bölcsességben, ami a védánta, a joga és egyebek. Van -e egy kult szó, ez a vidja, a látás. És hát ez részint a vizuális, de nem csak ez. Ez a felfogásnak a tisztán látása, hogy tisztán láss, tisztán haj, tisztán érez, tisztán gondolkodj, és a többi. Hogy lehet ezt megcsinálni? Hát a legelső mozdulat az, hogy ránézel ellentétektől terhelt önmagadra, tested és lelked összeférhetetlenségére, és megkérdezed, hogy mi ez. Mi ez? Leülsz egy picit, és hogy az elején tanítottam, elkezded figyelni a légzésedet, elkezdesz tükörszerű önvalót felé tenni egy lépést, és megpróbálsz látni. Tehát amikor mersz egy picit befelé tekinteni, és nem a világra vetíteni az összes problémádat, hogy miattad van. Én miattad vagyok ilyen, apa és anya. Miattad szenvedek, mert már három éve együtt vagyunk, ugye? És még mindig nem vagy jobb ember, pedig én megpróbáltam téged jobb embernek látni, tenni, és mégse. Tehát amikor ez megszűnik, befelé fordítod egy kicsit az energiádat, és megkérdezed azt a hősies kérdést, hogy mi ez? Mi az, ami végül bennem van? Mi az, amit léleknek hívok? Mi az, amit testnek hívok? Hol találkoznak ezek? És semmi más nem történik, mint elkezdesz egy picit látni, egy picit félrehúzod a függönyt a saját színpadodon. És ez a látás, amit vigjaként említettem, ez a központi fogalma az ennek is, és minden olyan tannak, amely megszabadulás irányú. A megszabadulás azt jelenti, hogy nincs egy határozott végpont, Ideál név vagy forma, amit el kell érni. Tehát nincs egy olyan cél, amit elértem, megkaptam, hazaviszem, megfőztem, megettem. Ha lenne, akkor attól a céltól függenék, amit kineveztem, az lenne a vége, annak a birtoklása lenne a beteljesedés. De magától ettől a mozdulattól nem szabadultam meg. Magától a birtoklástól, a kettősségtől nem szabadultam meg. Tehát a megszabadulás irányú utak közepén vagy a célján nincs semmi, amit el lehetne érni névként és formaként, csak az a látás, amivel a saját cselekedeteidet észreveszed. A saját szavaidat meghallod. Konfliktus a párral, édesem, te hallod, amit mondasz. Tényleg? Akkor miért mondod ezt? Vagy így? Vagy most? Tehát ez a látás és felfogás az, ami a kezdete, a közep és a vége ennek az útnak, mert ezzel egyszerűen nem lehet betelni. Amikor a megfelelő meditációt gyakorlod, Szaknyelven azt mondjuk, hogy kézbe veszed a karmádat. Valójában belül nincs kezed. Itt van a csuklódon kettő darab, a bal, meg a jobb. Belül elkezded látni a karmádat, és a látással megvalósul az, amit leválasztódásnak hívunk. Ettől nem szegényebb leszel, ettől teljesebb leszel. És a leválasztódásból következik a nem ragaszkodás, a nem ragaszkodásból következik a nem azonosulás. És a nem azonosulásból következik a megszabadulás. Ez azért érdekes, mert ez a szenvedésből kivezető út. Ekkor hárulnak el az akadályok a megfelelő kapcsolat, például szeretetteli együttélő kapcsolat, a bölcsesség és az együttérzés elől. De amíg ezeket nem hárítottuk el, addig. A boldogság, boldogítás és boldogulás címszavai alatt egymást szenvedtetjük és magunkat. Megfigyeltétek, hogy ebben a világban mindenki jó ember? Mindenki azt mondja, én jó ember vagyok, én jót akarok. Akkor miért van ez odakint meg odahaza? Elhárítottuk a tényleges akadályokat? Felszámoltuk a téves nézeteinket? Felszámoltuk a kapzsiságot, dühöt, haragot és a többit? A gyűlöletet? Nem. Hát hogyha ezzel a minőséggel, amit most szenvedésteli minőségcsoportnak hallottál, megkevered a jó szándékodat, biztos, hogy a pokorra jutsz. Cseppencs egyetlen csepp, mékék tintát egy egész pohár vízbe, és ez az egy csepp teljesen megkékíti az egészet. Egyetlen csepp gyűlölet a szeretetteli környezetben megmérgezi az egészet. Úgy, ahogy van. Tehát nézd meg a szenvedés tényét, olyat kapsz, amit nem akarsz. Olyat adsz, amit nem akarsz. De mégis teszed, mert ragaszkodsz a karmáthoz, a szokásaidhoz, az önképethez, hogy neked ez jár, te ebből vagy összegyúrva. Sőt, téged így kell elfogadni. Persze, hogy ne. Így. Szépen is néznénk ki. Nézd meg a szenvedés tényét, hogy mit okozunk magunknak és másoknak, holott mindenki jó ember. Mi a szenvedés oka? És a buddha ezt így kezd, hogy avidjá, a nem látás. Amikor a tükör elkezd homályosodni, töredezni, hullámzani, megjelennek rajta a vakfoltok, megjelenik az első téves nézet, hogy én csak ez lehetek, az első nagy vakfolt, hogy én csak ez lehetek. Nem változhatom. Sőt, neked kéne változni, hogy nekem jobb legyen. Érted? Neked kell. Ezért mondta egy fantasztikus jogi, hogy az egyetlen kifelé vezető út befelé vezet. Tehát, ha magunkon nem kezdjük, akkor milyen változást várunk a világban? Majd a rendszer megoldja? Néz körül. Semmilyen rendszer nem oldja meg, se ez, se tőlünk nyugatra, se tőlünk keletre. Nem oldja meg, mi oldjuk meg. És belül oldjuk meg. Majd a belső változás kivetül, majd megmutatkozik a külvilágban. Tehát ne várd azt, hogy a másik ember jobb lesz. Neked kell megtenned, ha javítani akarsz az életeden. Vagy mondjuk segíteni másokon. Harmadik nemes igazság a szenvedés megszüntetése. És azt hisszük, hogy ez valami mennyei állapot. Nem. Ez a tiszta tudat megszerzése, megtartása és helyes használata. És a szenvedésből kivezető út, ha elolvasod a klasszikust, az a nemes nyolcrétű ösvény. Nemes nyolcszéletű ösvény mindegyik darabja azzal kezdődik, hogy helyes. Helyes látás, helyes cselekvés, helyes beszéd, helyes életvitel, helyes energiabefektetés, helyes elmélyedés, helyes felébredés. Gondold el, még a felébredés is lehet helytelen. Ami olyasmire ébredsz rá, ami egy újabb álom például. És ez a négy nemes igazság, és sokszor hallhattátok, hogy ehhez visszatérek, mert az alapokhoz kell mindig visszatérni. Ha a tudatot tiszta, akkor a nemes nyolcrétű ösvény helyes megnevezése is tiszta. De ha nem, akkor állandóan felét hajlik a tükör. Állandóan csak a saját szempontjaidat teszed előtérbe. Másik, Ugyanilyen szélsőséges hiba, de ritkábban fordul elő, hogy csak a másik szempontjait veszed előtérbe, és a magadét elfelejted. Ezt nem szoktuk. Ezt nem szoktuk. Felmerült benned a kérdés, hogy mint emberek miért vagyunk önközpontúak? miért hisszük azt, hogy a másik elő fog meghalni, és én túlélem? Vagy az, hogy nekem több jogom van, mint a másiknak? Csak úgy alapból. Három nagy ösztöncsoportunk van. Az egyik a teremtő. Ezért szeretünk kreatívak lenni. Hogy teremthessünk, hogy azt a fajta emberi minőséget, amely az istenség felé közelít, ugye, a teremtés, azt valahogy manifestálhassuk. Ez az indiai kultúrában a brahmá aspektus. Tehát ez a teremtés annyira fontos, hogy egy külön istenséget rendeltek mellé, nem is kicsit brahmának hívják. A második, és itt már a birtoklásról, már az életről, a teremtettségről van szó, az a visnu aspektus, amikor a megtartásról van szó. Amit teremtettem, vagy mások teremtettek nekem, azt én szeretném megtartani. Mi van, hogyha valami olyasmit teremtünk, amit nem szeretnénk megtartani? Nem mondjuk hibáztunk, és olyat teremtettünk, amivel szenvedést okoztunk másoknak és magunknak egyaránt. Ekkor kell a harmadik, a siva aspektus, amelyik tisztít vagy pusztít. Indiában a legtöbb templom siva. Második a Vishnu, és nagyon kevés Brahma templom van. Miért? Mert ezzel a tisztítással vagy pusztítással mi nem állunk jól. Összecseréljük a kettőt, nézd meg. Tehát nem lehet emberi helyzeteket erőszakkal tartósan úgy rendezni, hogy béke legyen utána. Nem lesz. Bosszú lesz, hogy egy évtized, két évtized, öt évtized, hét évtized, tessék mindegy. Amíg erőszak van a tudattalamban, amíg sérülés van a térben, addig az körbejár negatív karmaként. Ezért nem mindegy, hogy a tisztítás és a pusztítás az benned hol áll. Azt mondod, hogy én csak tisztítok. Ja, és a hangyaírtó, amivel tisztítasz, az mit csinál? Elmosogatsz egy vasárnapi ebéd után, és érző lények, mikrobák, baktériumok és egyebek százmillióit ölted meg egy ilyen kis flakonnal. Ha ragaszkodsz a karmához, pusztulsz. Ha nem ragaszkodsz a karmához, és nem azonosulsz vele, tisztulsz. Erre emlékezz, amikor valami fáj. Nem szeretjük a fájdalmat. Na de ha okozzuk másnak, az rendben van. Mert nem tehettél mást. Mert elmondtad magadnak, hogy sajnos, kedves barátom, házastársam, ellenségem, fiam, lányom, apám és anyám, nem tehettem mást, mert én ez vagyok. És ezért én szenvedést és fájdalmat voltam kénytelen neked okozni. Holott mi történt? Semmi más, csak hogy leszűkült a tudatod. A tudatod terében nem jelent meg más alternatíva, a tudatod tükre nem volt tisztább, mint pont az a cselekvés, szó, gondolat és érzelem, ami téged épp elhagyott, és a másikban szenvedésként landolt. Megkopusztítunk. Ekkor azonosulunk az önképpel. Ekkor azonosulunk a karmával. És akkor azt hisszük, hogy nem tehetünk másképp. A válsághelyzet pont ez. Legyártjuk azt, hogy nem lehetünk mások, mint akik. Család, csoport, párkapcsolat és egyén szintjén. Amikor a tudat kitágul, letisztul, megszilárdul és elnyeri vagy visszanyeri eredeti térszerű, tükörszerű természetét, mindig van választási lehetőséged, mindig van megfelelő út és mód arra, hogy meglásd a szenvedés tényét, okát, megszüntetését, és haladj a megszüntetésből kivezető úton. Tehát nem szükségszerű, hogy másnak és magadnak fájdalmat okoz. De néha elkerülhetetlen, amikor fogorvoshoz mész. Tudod, hogy a fogdoki segíteni fog, de mégis izzadsz a székben. Én biztos. Tehát az a fájdalom, amit ott tapasztalsz, az csak fizikai, mert amíg a lidokai nelem kezd hatni, az a két másodperc, mert beszúrta az inyedbe a tűt. Hajaj! egyenketten ezt tapasztalták. Az a fájdalom, az ott van, és nem vagy érte dühös a fogdokira. Hazamész együttérzés hiányában ott van melletted a társad, mint egy darab tégla. És a csendben olyan fájdalom van, holott nem szólt, nem tett semmit. Csak ott van a konyhaasztal, és 2000 kilométerre a konyhaasztal túloldalán ott van az, akivel 20 éve együtt élsz. És ez az a távolság, amit át kéne hidalni intimitással. Hát jó étványat kívánok! Hát, hogyha nem távolítjuk el, ha nem tisztítjuk meg azt a karmát, amely köztünk, mint ez az iszonyú távolság ott van, addig nem lehet egyévvállásról, szeretetről, intimitásról beszélni. És ezért kell a kapcsolatokat megtisztítani, úgyhogy ne pusztuljunk közbe bele. Tehát ezért van óriási kultusza Indiában Sivának. A zenben itt nem különítünk el Trimurtit, Brahmá Vishnu Siva, azért bontom ki, hogy lásd a struktúrát, lásd a szerkezetet. A zenben ezt egy mozdulattal megoldjuk. Ha ez a pillanat tiszta, minden tiszta. Tisztán látsz, tisztán hallasz, tisztán érzékelsz, felismered a helyzetet, megfelelően teremtesz kapcsolatot, és megfelelően teremtesz, cselekszel. Erre mi képesek vagyunk. A Mahajánának van egy központi fogalma, ez a buddha természet, az a képesség, hogy felébredjünk. Ez mindegyikünkben megvan, mint emberi lény. Mire használjuk? Igen, bekapcsolod a képernyőt, és nézed a kedvenc sorozatodat. Gratulálok. Erre használjuk. Nos, mire ébredtél rá az elmúlt két hétben? Két hónapban? Két évben? pontosan arra és annyira ébredtél rá, amennyiben te megváltoztál. Emlékszel a két évvel ezelőtti önmagadra? A tíz évvel ezelőtti önmagadra? Mennyiben vagy más, mint az az avatár, aki akkor voltál? Nagyon más? Meg kellett változnod? Akkor haladtál az úton. Ha pedig, mint álló csillag, így te vagy az, akihez mindent viszonyítani kell ez mindenki igazodik, akkor valószínűleg nem haladtál semmit. Úgyhogy, ebben a haladásban segíthetek bárkinek, akkor tiszteltel várom a kérdéseiteket. Miről ismerem fel a lélek család tagjaimat, ha van ilyen? Közel vannak hozzád. Semmi másról. Nem azt jelenti, hogy mindig jó viszony, vagy rossz viszony van, ez az úgynevezett kikerülhetetlen lélekkapcsolat. Ez azt jelenti, hogy közel van hozzád. Ha tényleg kölcsönös, akkor állandóan együtt hogy egy adott napon, egy adott holdfázisban ez harmonikus, vagy diszharmonikus, ez már részletkérdés. Te sem tudsz nélküle élni, és nem is akarsz, és ő sem. Ez a lélekcsalád definíciója. Jelzem, hogy mint minden, ez is változhat, de ha egyszer, mondjuk vérszerinti, szellemi, fizikai, anyagi, erkölcsi, etikai szinten mind kötést hoztunk létre, az annyira erős, és annyira megszoktuk -e egymást, hogy hát köszönöm, én már nem cseréllek le. Így jó, az kezd. És ez nem csak vérszerinti családban alakulhat ki, főleg mostanában nem, mert azért, ha megnézed, a család elképesztő sérülékeny. Nagyon. Valaki gondol egyet 18 fölött, lenyomja a gombot, és nem halasz róla 10 évig. Miért? Nem akarok beszélni a szüleimmel. Ennyi volt. Hát amennyire fontosak ezek a kapcsolatok, nem pusztán a vérszerinti DNS-béli kapcsolaton múlnak, vagy kötésen múlnak. Hanem azon múlnak, hogy a lelkek Mennyire találták meg ezt az elképesztően széles sávot, amivel lehet csatlakozni. Az a bizalomtól kezdve az együttérzésig, a bölcsességig, az önzetlenségig, az egymásra utaltságig minden lett. Elmondok egy nagyon régi tapasztalást. A 90-es évek elején már itt tudtam a 90 napos elvonulásról, és egyszerűen nem hittem el, hogy ezt meg lehet csinálni éptestel és épésszel. Tehát ez hogy? Addig csak ilyen hétvégék voltak, és az alatt a hétvége alatt az a tért fájdalom, meg néha derék vagy hátfájdalom, ami az osztály volt, én nem értettem. Tehát ezt hogy? Tehát ez mind ilyen mazohisták gyülekezett, tehát hogy van ez? És hazajött egy szerzetes társam, 90 napos elvonulás után egy fény lett, mint a csillag, és azt mondta, két hét után ez elmúlik. Semmi gond. Három évbe telt, amíg az egzisztenciámat odáig suvik hogy tényleg eljutottam egy 90 napos elvonulásra, és két hét után tényleg elmúlt a testfájdalma, utána jött a léleké. Jobban fáj. Látod magadat, aminek hiszed magad, és közben kiderül, hogy nem az vagy. Amivé teszed magad, amivé építed a személyiséged, vagy rombolod a személyiséged, attól függ, honnan nézed. És a 90. nap végére, amelyet nagy részt, ha korrekt voltál, csendben töltöttél a gyakorlótársaiddal, olyan szellemi, lelki kapcsolat alakul ki köztünk, hogy ez a lélek család, ez bizony ott van. És volt, amelyekkel nem is beszéltem egy árva szót sem, csak 90 napig mellettem ült másfél méterre, együtt énekeltünk, ültünk, leborultunk, ettünk, dolgoztunk, és oly mértékű tudati egyévállás lett így a tapasztalat, én soha nem felejtem azokat, akikkel az első 90 napost ültem. Név szerint, arc szerint megvannak. És biztos vagyok benne, hogy a későbbi inkarnációkban is, ha ők is gyakorolnak, találkozni fogunk. Utána még a 90 naposokból sikerült egy-két tucatot a tantiembe beletenni, és mindegyiknél már az újdonság varázsával ugyan nem lehetett számolni, de ez az egyé válás élmény megvolt. Amikor már huszadszorra éled át, akkor már nem akkor a sok. Tehát akivel eszenciális lélekkapcsolatot építesz ki, az a lélekcsaládot tagja. Pont. És nem az, hogy hova születtél, kikhez születtél, ezek mind korábbi karmáknak az eredménye, és ezeket is tiszteletben kell tartani. Látunk olyan szülőgyermek gyermek kapcsolatot, hogy alig várja, hogy nagykorú legyen, és rohan ki az ajtó. Tehát tessék megtalálni a lélektársakat. Miért? Melletted vannak, egy irányba mentek. Meg tudjátok fogni egymás kezét, megbíztok egymásban. Itt van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Kettőt szeretnék kérdezni egyik az a leválasztódással kapcsolatos, hogy hogyan kell ezt elképzelni, illetve... Nem mindegy kitől, miről szeretnél te leválasztódni. Elmondod? Honnan szeretnél leválasztódni? Nem, én erre lennék kíváncsi, hogy mi, 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 mit ért ez alatt. Én is erre lennék kíváncsi, hogy mit értesz ez alatt. Tehát leválasztódni egy konzervnyitóról sokkal könnyebb, mint leválasztódni mondjuk egy tíz éves párkapcsolatról. Melyikről beszélünk? Én a szenvedésre gondoltam. Oh, köszönöm szépen. Milyen szenvedésre gondoltál? Annyiféle van. Betegség. Arról nagyon könnyű leválasztódni egy esetben, ha megtudod, hogy mi okozta. Tehát, hogyha meglátod a betegséged okát, különösen, amikor te magad önbüntetésből vagy önjutalmazásból szomatizáltál egy jó adag karmát és levitted testre... Ha ezt te tudatilag felfedezted, megszüntetted, betegség eltűnt, köszönöm, leválasztottunk róla. Ha pedig csak elnyomod, elhessegeted, véletlen volt, másik fertőzött meg, meg ilyesmi, akkor ezzel egy olyan körpályára tetted a betegséget, hogy újra meg fog ismétlődni. A következő körben már alázatosabb leszel egy cseppet, jobban meg fog törni, idősebb leszel esetleg, kevesebb lesz az energiád, jobban odaver a padlóra, majd akkor jobban látod. Ha még akkor sem fedezted fel az okát, mert nem voltál elég őszinte magadhoz, megint tesz egy kört, egy-két év, megint odaver. Egy trauma addig fog ismétlődni, betegséget beleértve, amíg teljesen tudatossá nem válik, és akkor, amikor látod az okozati viszonyt teljes mértékben, leválasztódsz róla, akkor már nem ismétlődik. Meg innen tudod, hogy megtörtént. Második? Évelején, amikor itt voltunk az ön előadásán, akkor, ha jól emlékszem, volt egy olyan fél gondolata vagy mondata, hogy Magyarország egy érdekes hely, mert hogy újra föl kell építeni, vagy valami hasonló volt? Nem. A mondat második fele nem ez volt. Az volt, hogy ez egy nagyon szélsőséges hely, mert vagy föl, vagy le, de az nincs. El kell döntened, hogy föl vagy le. És hogyha nem hozol döntést, általában le, mert csak mész a folyamatokkal, ki vagy téve a különböző döntéseknek. Várod a megoldást mástól kívülről, és nem jön, akkor mész lefelé. Ha pedig kezedbe veszed a sorsodat, meglátod, hogy miért születtél ide, meglátod, miért születtél a családodba, meglátod, miért vagy együtt azzal a párral, akivel, hogy a gyerekeid miért hozzá születtek, és miért nem a szomszédba. Ezekkel a belátásokkal nagyon jól föl lehet építeni azt az életet, amit te itt élsz. Így. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Hol van a határ az önszeretet és az önzés között? Hegyes halomnál. Szóval, amikor az önszeretet műveletét szeretnéd végrehajtani, az előbb-utóbb átmegy önzésbe. Hadd tegyek föl neked egy kérdést. Igen. Hány darab van belőled? Végtelen. Tehát végtelen darab szám van belőled? Hát, hogyha egy vagyok mindennel, akkor igen. Ez milyen érdekes gondolatte? te? Próbáljuk azt meg, hogy ezt most nem gondolod el. Oké. Okay. Most megint megkérdezlek, hány darab van belőled? A férjed mit szokott erre mondani? Nincs. De volt, volt. ugye? És amikor volt, mit mondod, hogy még az egy is Egyetlenen? sok és elment? Nem. Nem egészen. Na, tehát a végtelen és a nulla között mi a legvalószínűbb számadat? Belőled hány van? Hát, ha a testemre gondolok, akkor csak egy. És ha a lélekre? Hmm. Nehéz kérdés, tudom. Igen. Az. Tényleg. Uh -huh. Hadd segítsek. Egy. Egy. Tudod miért? Mert hogyha belül az elme elhallgat, akkor az önképek, a végtelenségig sokszorozható önképek, azok mind eltűnnek. Ezért kérdeztem így csak kísérletképpen, hogy tudsz-e gondolkodás nélkül létezni egy pillanatra, akkor az összes önkép eltűnik. A nulla is, a végtelen is, de rájössz, hogy hm, egy test belül egy nézőpont van. Az a nézőpont 360 fokban nyitva van, de egy darab nézőpont van, nem két szem, így különböző szögű. Most képzeld el, belül van két szemed, és ezek így keringenek egymás körül. Akkor lenne két nézőpont, és ilyen szellemképesen látnád a valóságot belül is, meg kívül is. Mert egyszerre két kép egymásra vetülne. Megvan? De ez nem történik meg, mert lélekből is egy van. Lehetnek a léleknek kötképei, önképei, illúziói. Ha ezekhez ragaszkodik, akkor azt hiheti, hogy belőle több van. Az önképnek az ilyesféle deformitását, vagy helytelen működését ilyen jóindulatú, nagy, fehérköpenyes emberek már tanulmányozták, és különböző ilyen osztályokat állítottak föl, ahol az önképek különböző deformitását, torzulásait, betegségeit kezelik ahol önkép A vitatkozik önkép B-vel, tudod, egymáshoz beszél két hangon. Az egy külön probléma. Amikor önkép A üldözi önkép B-t, az is egy külön probléma. Amikor a önkép A hatalmas, önkép B hatalmas, és a kettő közti kapcsolat egy ilyen hajszálvékony kis üvegnyak, ugye, bipolaritás, az is egy külön probléma. Ezt azért mondom, hogy ne sokszorozzuk azt a drága látos önképet, mert még az egy is sok. Tehát azért voltam kénytelen együttérzően és részletekben menően kibontani a lélek darab számának a problémáját, hogy az önszeretet lehetetlenségére egy picit rávilágítsak. Ha belőled egy van, az az egy hogy szereti azt az egyet? Nem. Le kell gyártani egy illúziót, hogy kettő van és a lélek meghasítja önmagát, mert szeretet hiányban szenved, és koldul, és rájön, hogy én most azt csinálom, hogy az a lelkem egyik fele szereti a másikat. Holott az kellene, hogy ez a szerencsétlen lélek megszűnjön magát szeretni, mert az egyik fele biztos illúzió. Ha megszűnök önmagamat szeretni, gyűlölni, ösztökélni, elfogadni, mindent, ami a lélekben egy önkép gyár, megszüntetek, akkor válok egyé. És ekkor bevállalhatok egy hatalmas kockázatot, hogy más valakit fogok szeretni, mint saját magam. Ez egy elképesztő kockázat, hölgyeim és uraim. Azért kéne bevállalni, mert ez legalább valódi. És az a kockázat, hogy a másik viszont szeret engem, vagy sem, hú, hu -hu, ezt nem szeretjük. Pedig egy kapcsolat, főleg az intimitásra törekvő, szeretetteli, vágyalapú kapcsolat, ez a legnagyobb kockázatvállalás, ha felnőtt módon csinálod. Ha nem, akkor csak biztonságra törekszel, be akarom biztosítani magamat, meg a másikat, és ezzel gyakorlatilag ilyen zuhanó repülésben megy át az egész. Magadból egy darab van. Ezért nem lehet önmagunkat hatékonyan szeretni, mert az önmagadból, hogyha kettő van, az egyik biztos, hogy illúzió. Értjük? Van-e még kérdésed? szívesen. szívesen. Ezek után... Után... ezek után. Egyéb kérdés, bárki kitöltessék ki. Mi a dolgom kérdésre? A válasz, az megérkezik a megfelelő helyen és időben, vagy tudok-e, vagy kell-e valamit tenni, mert igazából elég régóta emésztem magam ezen a Attól függ, kérdésen. hogy hogy rendelted. Tehát a rendeléskor a kérdésnél mit írtál? Hogy futár, vonat, csomagposta, hogy? Hogy rendelted? Honnan fog jönni a kérdés? Melyik logisztikai központból? Hát belőlem. Onnan? Belőlem? Igen, de... Akkor oda fog érkezni. És mikor? Te furfang, te! Amikor hagyod. De olyan szépen föltesszük ezt a kérdést, mert a tanítótól megtanultuk, hogy mi ez? Mi a dolgom? Honnan jön? Aztán úgy leresztjük a páncélajtót, semmi nem megy át, még a szunyok se. Tehát úgy teszem fel a kérdést, hogy lehetőleg ne halljam meg a választ. Tehát is semmit. Mert akkor még tényleg Tennem is kéne valamit. Tehát eh, ahonnan a kérdés, onnan a válasz, enged, hogy a kérdés például a meditációban eltöltse a tudatodat. Ezt Koreában eh, kétségnek mondták. De ez egy helytelen fordítása a kérdésnek. Tehát amikor az egységről beszéltem, vagy a meghaladó bölcsességről, vagy az egyévállásról, akkor a kérdés, a nagy kérdés nem újabb kérdéseket és kétségeket hoz létre. Hanem amikor megvan a válasz, az egyé válik a kérdéssel, és úgy érzed, hogy akkor kiegészültél. Tehát nyugodtan tartsd nyitva a kérdés környezetét, és a válasz az be fog jönni. Onnan, ahonnan a kérdés is. Ez az érdekes. Köszönöm. Hú, de gyorsan elvágtad, te figyelted? Köszönjük, elég volt. Mi van, ha mondok még egy mondatot? De én nem mondok. Várom. Hűha. Pontosan mit vársz? Ugye említette a kétséget, és igazából szerintem nekem ez a legnagyobb problémám. A folyamatos kételjek, és önmagamat vétózom, bizonytalanítom, tudsz -e hát, a kételkedésben És kicsit várom kételkedni? ezt a választ, adja meg valaki, hogy mi a dolgom. Az alapkétség az, hogy a válasz forrását magadon kívülre helyezed. Ha fel tudtad tenni a kérdést, ugyanonnan fog a válasz is megjelenni. Csak mélyebbre, esetleg egy tisztább állapotban Tudsz a kétségben kételkedni? Tudok. Javaslom. Nagyot fogsz nevetni magadon, képzeld el. Az úton eszenciális, hogy legyen humorérzéket, különben belehalsz. Tehát, amikor megtanulsz nevetni magadon, az azt jelenti, hogy a karmádról bizonyos fokig már leválasztottál. És akkor nézed azt, hogy kételkedem abban, hogy kételkedem. Tényleg szeretnék kételkedni, vagy sem? Jó ez nekem, hogy kételkedem, vagy sem? És eltelt egy óra, és hülyét kapsz, hogy ezt így elpazaroltad. Tehát innentől kezdve a kétség, az csak további kétségeket eredményez. Láthattatok a digitális kultúra szemléltetésénél ilyen eszközöket, hogy nulla, egy, megint nulla, megint egy, megint nulla, megint egy. Először kettő, négy, nyolc, tizenhat, 32, kettő, és így betöltik a nullák és az egyek a képernyőt. Na ez a kételkedés. Ha elvágod a gondolkodást, visszatérsz a kétség vagy a dualitás elé, ide. A tantient azért hangsúlyozzuk, mert az 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 állapot, amikor még nincs duális tudat. Az emberek többsége ezt nem tudja elképzelni, hogy ilyen van. Pedig mindenki volt már gondolkodás nélkül. Ha csak egy másodpercre, de különleges helyzetekben ez előfordult. Akár a dízelmozdony dudált egyet mögötted, Ugye? És így végigfutott a hideg rajta, de biztos, hogy nem gondolkodtál. Hallott egy hatalmas robbanást valahol, akkor se gondolkodtál. Vagy ért valami erőteljes érzékszervi hatás, és akkor csak az érintést érezted. Meg a másik is. És szintén nem gondolkodtál. Tehát a kétségek azok a gondolkodásunk termékei. Tehát gondold el, hogyha a fának lenne identitás válsága. Lehet, hogy a koronával lefelé nőne. Kicsikét nélisztikus felfogás. Ha a kutya tudna kételkedni, akkor tudna kutyátlanul viselkedni. De nem láttál olyan kutyát, aki kutyátlanul viselkedne. Macskát sem, aki macskátlanul viselkedne. De az ember tud embertelen lenni. Ha kételkedsz emberi önmagadban, és elveszíted azt a természetes talajt, hogy mi az ember, akkor tudsz embertelen lenni. Úgyhogy a nagy kérdés úgy működik, mint egy nagy mágnes, ami az összes pici gondolatnak a vasreszelékét így magához rántja. Ez a nagy kérdés, koreol ez a mi ez. Ha tartod ezt a kérdést, elnyeli az összes gondolatodat, és nem fog újabb kétségeket, ilyen picikek is gondolkodás halmazt legyártani. Ezt onnan veszed észre, hogy emelkedik az energiaszinted. Hogyha jól meditálsz, akkor a gondolatod csökken, a látásod nő, az energiaszinted emelkedik. Ha helytelenül meditálsz, akkor még több gondolatod van, energiaszint leesik, tudat még inkább elpiszkolódik, csökken a látás. Ennyit a kételkedésről. Egyéb kérdés? Ha elkezdődik az életemben a változás, és elindulok ezen az úton, és elérek egy bizonyos szintet, vagy egy, egy állapothoz, akkor azt az állapotot a következő életembe tovább vihetem, mikor reinkarnálódik a lelkem, vagy ott is a nulláról kezdem a tanulást, a tapasztalatszerzést. Az összes hajat ki fog hullani. Még ezután is. <laughs> Honnan tudjam? Hát ezt okay. az életet kéne már jó csinálni. Oké, okay, azon vagyok. Jó. Oké. Okay. Amikor megszülettél, honnan jöttél? Hát föntről. Föntről? Hát hogy belekerültem ebbe? a szülőszoba? Vagy hogy? Mármint a lelkem hogy a bele, lel... belehúzta a testbe, nem? Hogy találkozott a kettő. Tehát újszülett korodban azt mondtad, hogy anyuka, most nagyon alacsonyan vagyunk én, több ezer méter magasról. Tehát Na, nem, én egy... úgy értem, hogy a lelkek ugye keringenek. És keringenek? Amikor, amikor megszületik valaki, tehát testetől, testet tehát a, a, lelkek a lélek. Keringenek, maradjunk ennyiben. Ke keringenek? Nem tudom, nem tudom, mi van velük, de Stop, valami stopp, energia stopp. Ó, Most kimondtad, most már, most már az úton társak ja, vagyunk, mert okay. nem tudod. Tehát most nem tudom, vagy keringenek? Nem tudom. Maradjunk itt, nem tudom, Jó. ez annyira biztonságos, annyira igaz. Okay. Fogalmunk nincs, nem tudjuk. Azt se tudjuk, hogy a következő életben milyen testünk lesz, hogy hol leszünk, hogy kik lesznek a szüleink. De ha most látod, hogy miért ide születtél, miért azok a szüleid, stb., akkor nagyon jól tudod, hogy hogy kell cselekedni, és hogy kell haladni az úton. Én arra kérlek, hogy te ne előző és következő életekbe gondolkodj. Ez egy tanítói luxus, hogy én ezt néha említem. De a tanítványi fegyelmezettség az az, hogy csak ezt az életet nézed. Ha ja, megkérdeznek, Szunyim, én nem hiszek a reinkarnációba baj, mondom, nem úgy könnyebb, csak ezzel az élettel fogunk foglalkozni. Az, hogy az arhetipus ugye, bizonyos rétege alatt ott vannak előző életbeli karmák, azt neked nem kell nézni, nem kell elfogadni, semmi baj szeretetisztelt szellemi barátom Daugner Béla, aki hát elképesztő terápiás tapasztalattal rendelkezik, így mosolyogva mondja, hogy na és amikor hipnózisban vagy, hogy ő mondja, megváltozott tudatállapotban, át szakad ez a réteg teljesen spontán, és így elkezd előző életéről beszélni, na arra varjon gombot a nyugati terapeuta. Semmi, fogalma nincs erre. Tehát teljesen mindegy, hogy ebben az életben, következő életben, előző életben mint töröld, ezt a pillanatot tarts tisztán. Most, lásd tisztán, haj tisztán, cselekedj tisztán. Vedd föl az irány tisztán. Motiválhat a múlt, motiválhat a gyerekkor, motiválhat a társadalmi családi közeg, ahova születtél. De kérlek szépen, hogy ebben az életben gondolkodj. Hogy tudjuk, hogy a termék az tovább megy a következő dobozba. Tehát amikor egyszer egy tibeti tanítót megkértek, hogy szemléltesse a reinkarnációt, ott volt egy égőgyertya, meg egy nem égőgyertya, és fogta, és a lángot így áttette egyikről a másikra. Ennyi volt. Én viszont, mint zen tanító, megkérdezlek, az első gyertya lángja és a második gyertyája azonos vagy különböző? Azonos. Hiba. Még egyszer megkérdezlek, azonos vagy különböző? Különböző. Hiba gyakorolj okay. egy kérdés az elmúlt egy-két évben nagyon sok minden történt velem és hallgattam arra hogyha az ember bátor és lép akkor az univerzum támogatja ez kitől hallottad? tőled én is emlékszem és kiléptem egy párkapcsolatból teljesen új életet kezdtem és közben egy másik munkahelyre felvettek, felvételt nyertem egy olyan egyetemről, ahol 15 éve szerettem volna bekerülni. Meglepően sima a homlokod mindez képest. <laughs> nem, mert ö, az történt velem, hogy egy a nagyon szép kifejezés az a lélek családtag. Tehát egy lélek családtagommal eltöltöttem egy pár napot egy olyan országban, ahol rájöttünk, hogy nem az, az ország szépsége és az utazás volt a lényeg, hanem mi időt töltsünk együtt. és... Ö, Hát azért nagyon méleki kapcsolat van közöttünk, és nagyon sokat beszélgettünk, és ez egy ilyen másik fajta töltést adott nekem, és most hazajöttem, és valahogy úgy érzem, hogy mégsem vagyok a helyemen. Tehát, hogy ami eddig hittem, hogy tanulni szeretnék, vagy az a munka, amit csinálni, hogy valójában már mégsem érzem azt, hogy ezt kéne csinálnom. És, és a vágyaid összessége azonos vagy mm -hmm. különböző? Hát most már te, nem, tudom, nem tudok erre válaszolni. Megkaptad, most amit én. akartál. Nézd meg, munkahely, kilépés a korábbi párkapcsolatból, stb. Uh -huh. is sima homlok. Miért nem elég? Miért nem elég? Nem tudom, hogy én, én nem az, hogy nem elég, vagy nem lennék ezért hálás, csak hogy valahogy úgy érzem, mintha valami más, most már valami más csatornát néznék, mint eddig. A lélekcsaládtaggal való találkozás az miért dobta ezt az egészet szét? És miért nem erősítette meg? Ezt feltetted magadnak? Nem, de jó kérdés. Önbizalom. Még túlságosan függsz külső körülményektől, beleért a kapcsolatokat. Uh -huh. Értem. Uh -huh. Tehát, hogyha van önbizalmad, akkor néked is kívülről adatik. Ez volt az első mondatod. Mert tényleg így van. Egyszer csak eldöntött, hogy te rendet teszel az életedben, az univerzum mellé szegődik. Serkentésként, akadályként pontosan azt kapod, amire te belül elhatároztad magadat a kis mikrokozmoszban, és jön a makrokozmosz, amelyik úgy adja a simogatást, meg a taslit, hogy ez pont beteljesüljön. Én arra most az jutott eszembe egyébként, hogy ez, ez lehet, hogy az én belső félem erősítette fel, hogy most úristen, hogy minden Hát tört. akkor én már megyek is a következő kérdésre, ezt annyira jól láttad. Na most ezt hogy küzdöd le? Tessék? Ezt a félelmet, önbizalomhiányt, hogy küzdöd le? Mm, igazából úgy érzem, hogy csak be kell engednem abba, és csinálni a dolgaimat tovább. Vagy így, tovább? Nem... Merre? Hát, hogy amit, amiket elkezdtem, tehát abba belengedni magam, és nem félni, vagy így megjedni tőle, hanem... Ezért kérdeztem, hogy a hitrendszer és a vágyaid összessége azonos, vagy különböző? Jó, ezt, 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 ezt össze kell raktam magamba. De... Inkább szed szét. Jó. Jó, tehát valamiben hiszel, arra vágysz. Ami viszont te vagy belül, arra nem kell vágyni, azt tapasztalni kell. És a tiszta tudatod tükrében látszik az a személy, aki te vagy. És ez a tudat, ez nem személy, tehát nem egyik személy látja a másikat. A tiszta tudat tükrében látszik az a személy, aki vagy, és ennek vannak vágyai, céljai, társai, stb. Ha ez megfelelő irányba mutat, akkor tudsz benne hinni. Jó, köszönöm. Na mi ez a megfelelő irány? Szívesen, csak nem tudom, mit értél el. Nem, amúgy tényleg, hogy most ez így ezt majd visszahallgatod, ezt Igen, a három Igen, mondatot YouTube-on. Szerintem Igen. te is nevetni fogsz. Igen, vagy sírni. Tehát van a botiszatva úton egy olyan mondás, hogy ébredj föl és segíts másokon. Ebben 1 per 8 milliárd résznyire te is szerepelsz. Tehát ha a felébredést választod, akkor minden és mindenki belefér, de előbb-utóbb, aki más irányba megy, az más helyre jut. És ez önszabályzó. Itt nem kell külön méricskélés. Úgyhogy én azt javaslom, hogy lásd, hogy a vágyaid merre mutatnak, és a hitrendszer az egy nagyon komoly visszajelzés, hogy érdemes a vágyaidban hinni, vagy sem. Mert ha nem, akkor csak az energiádat vesztegeted, meg az idődet, és így másokét is. Erre kell figyelni. Jó? Jó, köszönöm. Nagyon szívesen ott. Hogyan tudnék felülemelkedni azon, hogyha hát közelebb, hozzám közelebb álló emberek, ha esetleg kérdeznek, vagy döntést kell hozzak, ami őket is érinti, viszont tudom azt, hogy nekik ez rosszul esik, vagy negatívabb, akkor mégsem úgy döntök, ha csak hogy legyen nekik jobb, vagy hogy ne sértsen meg őket. Használhatatlan a kérdésed. Tudod miért? Mert az abstrakció poklában vagy. Tehát annyira Ez elvontan jó. tetted fel a kérdést, hogy erre épkézláb választ nem lehet adni. Legyél metszően konkrét, anélkül, hogy a titkaidat tudni akarnám. Hát, egy, hát egyszerű példával élve mondjuk, ha nekem annyira sűrű egy napom, hogy már három perc szabad ide, nincs, de mondjuk valaki megkér, hogy mit tudom én, vigyem el valahova, akkor csak azért is valahogy kerítek valami időt, mert egyszerűen nem nem akarom megbántani azzal, hogy mondjuk nem érek rá, vagy nem tudok segíteni. Ilyen, ilyenekre Ez gondolom. egy, Ez egy mai nap, sokszor tapasztalható önfeláldozó magatartás. Mi ezzel a baj? Hát sokszor és a ló túloldalára, és érzem, hogy én is sérülök ettől. Sérülsz? Hogy? Hát olyan dolgokra sem mondok nemet, ami már nekem rossz. Ki, ki mondtad a kulcsot? Miért nem tudsz nemet mondani? Na, ez a jó kérdés. Ha ennyi idő után nem tudnék egy jó kérdést föltenni neked, tudod? Mi a válaszod rá? Hát egyelőre még nincs, folyamatosan keresem. Ne keresd. Mondd azt, hogy nem. És kész. Nem fogod megtalálni. Adott pillanatban nézd meg. Mindig ezt tanítjuk. Helyzet, kapcsolat, cselekvés. Milyen kapcsolatban vagy? A te dolgod, hogy elvid? Vagy menjen a saját lábán vagy, vigye el a párja? Amikor igent mondasz, miért teszed? Amikor nemet mondasz, miért teszed? Tehát ne akarj te másoknak kedvezni, vagy mások által elismerést, vagy ilyesmit kivívni. Ja, nem Tényleg én... segítesz-e, vagy sem? Ez a kérdés. Jó? Jó, rendben. Jaj, 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 jaj. <laughs> Nincs rendben. Most szomorú vagy. Kicsit csalódott. Nincs ideológikus, rendszerszerű külső megoldás. Pedig te szereted a rendszereket, föld a filozófiait, és jó is vagy bennük. Tessék az egészet félretenni, ugyanhogy van. Ez részedről nagy bátorságot igényel, hogy azt az elképesztő járó keretet, ami a gondolkodásnak a modell, a rendszer, a filosz és a szófia, a gondolat szeretete, vagy a bölcsesség szeretete, mert letenni, és abból indulj ki, hogy az égkék és a fűzöld és az előttem lévő személy kicsoda, és hogy mi az, ami helyes kapcsolatként összefűz minket. Tehát merj közvetlenül látni. Nem rendszeren, Szűrőkön, egyebeken keresztül. Jó? Jó. Egyéb kérdés? Ott, tessék. Én pedig azt szeretném megkérdezni, hogy a, az örökös lázadással mit lehet kezdeni. Te leszel Prométeusz lánya, és máj problémáid lesznek. Tudod, hogy prometeusz ami mi történt? Igen. Jó. Miért a máját tépte a sors? Miért nem valami más testrészét? Tudjuk? Hát a harag, igen. Hát egyébként a hétköznapi életben a máj az nem regenerálódik olyan könnyen, de Prométeusnak sikerült, mert másnap reggelre újra nőtt, mert istenség ugye, minőség volt. Az összes érzelmünk, főleg az elfolytott indulatunk tára a máj. Kérem szépen görögök is tudtak valamit, érted? Nem a vesében, nem kapcsolati problémája volt, ugye? És nem a lépe, mert nem a vérszűrés, vagy a méregtelenítés volt a probléma. Mi ellen lázadsz, mondjad? Hát minden ellen, hogyha valami nekem nem tetszik. Nem, egy valami ellen még nem lázadsz. Ez a lázadás maga. Ez igaz. Mi hajt téged a lázadás felé? Hát a nem elfogadás. Mit nem fogadsz el alapból? Hát amikor a külső tény. Nem, most csalod meg magad. A karmádat nem fogadod el. Te annyira nem fogadod el, hogy még azt se fogadod el, hogy nem fogadod el. És ezért kívülre vetíted az egészet, hogy tízezer külső dolog és személy ellen lázadj, ahelyett, hogy megváltoznál belül, de ez azt kéne, hogy a karmádat alapszinten lásd és elfogad, hogy tényleg ez a kaki van belül. Ez a megoldatlanság gyűjtemény van belül. A kifelé lázadás helyett a befelé tekintés kellene. Hát befelé is próbálok tekinteni, de ez valahogy nem csillapodik. Fog, hittel. De mikor? Akkor, amikor belátod, hogy a kifelé való lázadásnak semmi értelme és hozadéka nincs. Ezt a társadalmak, forradalmak, háborúk képjében szokták. Tehát felázadunk a rend ellen, legyilkoljuk a mellettünk lévő csoportot, vagy családot, vagy bárkit, hogy ez a fajta lázadás ugye érvényt kapjon, és akkor megváltoztassuk a világot akár életek árán is. Hát ez a legnagyobb szörnyűség, butasság és felesleges mozdulat, amit valaha tehettünk. És kiderül, ahogy ezt a melléket ábra mutatja, hogy nem tanulunk belőle. Nem, tehát annyiszor ismételjük, hogy már rég tanulhattunk volna belőle, de mégsem. És így a lázadás az a belátás ellen hat. A kedvencem a francia forradalom. 28 év, egy Szaturnusz ciklus, egy egész ország, sőt, egy fél világrész Napóleont beleértve, mit csinált? Hogy történt az, hogy elindult a forradalom, a lázadás, nagyon gyorsan legyilkolták a királyt, a nemességet, egyebet, az egyszer csak jött egy katonatiszt, aki császára koronáztatta magát és utána pedig letarolta a félvilágot, beleágyúzott a szfinxnek az orrába, és utána pedig ez az egész tönkrement, lehanyatlott, és megint a régi vonalból lett egy új király. Eltelt 28 év, több millió ember halt meg és sérült az egész folyamatban. Semmire nem jutott az egész. Tehát a revolúció helyett inkább evolúció kellett volna, de ahhoz, hiányoztak a feltételek. Hiányzott például az az alázat, hogy a nemesség ne azt mondja Maria Antoinette képében, hogy ja, Párizs népének nincs kenyere. Ez volt a egyik legfontosabb mondat, hogy felség, Párizs népének nincs kenyere és éheznek. És Maria azt mondta, akkor egyenek tortát. Na és erre elszabadult a pokol. Mit értek el? Pusztítottak. Igen, a tisztítás helyett pusztítottak. Én is azt csinálom. És amikor nem tudsz tisztulni, akkor pusztulsz és pusztítasz. Igen. Tehát meg kell találni a tisztításnak az útját, és ez főleg belül van, ahelyett, hogy pusztítanál kívül is, és így belül is, vagy fordítva. De vagy, vagy ezért szoktam mondani, nem mindegy, hogy a felmosóron hogy melyik oldalán vagy. A padló felőlén vagy a nyél felőlén. Okay. De akkor meg, akkor meg átcsap az egész ilyen nagy alázatba, és akkor meg belül... Nagy alázat? Az manapság nincs. nem, nincs az az alázat, ami elég nagy lehetne. Hát nézz körül. Mindenkinek igaza van. Állandóan mindenkinek igaza van. Hol van itt alázat? Sehol. De van akkor egy középút között, vagy akkor van. Csak az alázat? Van. Ennek a neve az, hogy miben segíthetek. Persze. És ez alapul azon a belső gyakorlaton, hogy mersz látni. A nulladik meditációs technika az, hogy mersz látni. Ezt tesz felnőtté. És kiössz az infantilizmusból, kiössz a projekciókból, kiös, hogy abból más a hibás. Te? És akkor elmegy a lázadásnak az indulata. A világ ilyen és én ezért szenvedek. Nem. Ragaszkodsz a karmádhoz, ragaszkodsz az önképethez, az összes hamis azonosuláshoz, és ezért vagy dühös és ezért vagy kabzsi. És hogyha megszűnsz lázadni, akkor a revolúció helyett evolúció lesz, és akkor haladsz tényleg. Pedig látszólag kívül nem történik semmi. De belül igen. És ez változtatja meg a világot. Úgyhogy nyugodtan lázadj, sőt, hogyha, hogyha olyanod van, akkor ezt az egészet, amit most hallottál, ezt felejtsd el. Nagyon gyorsan, és az ellenkezőjét csináld. És csak lázadj. És amikor már nagyon-nagyon véres a homlokod, és elképesztő a hiába valóság, kiégettség, kudarcélmény, frusztráció, és akkor már már, 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 nagyon dühös vagy, és a saját májadat így tépnéd ki, majd akkor kapcsolod be a YouTube-ot. Akkor majd elhiszed. Jó? Jó, köszönöm szépen. Szegénykém, ez elhitte. Tehát ezt, ezt nem hisszük el. Hát én most egy olyan önsorsrontó tanácsot adtam neked, hogy az valami borzalom. Hát de tudom, hogy így van, tehát hogy én ezt de, tapasztalom. És legyen így? Nem, de én... Helybe vagyunk. Helyben vagyunk. Mi a karmám, vagy hogy kéne másképp csinálni? Ha gyakorolsz így, akkor haladsz. Ha nem gyakorolsz, nem látsz, nem haladsz. Nagyon leegyszerűsítve. Ennyi. Oké? Okay? Oké. Okay. Jól van. Egyéb kérdés? A globális felmelegedésről kérdeznélek. Idén 2023-ban ismét a legbajvelegebb évet töltöttük. Hát ez elég aggasztó, hogy egyénként nem tudok. Nem aggasztó. Nincs itt semmi baj. Én másképp érzem, és elég sok kételyt szül bennem. Az ezzel foglalkozó tudósok 99,7%-a teljesen azonos véleményen van. Ezt az adott ország politikája interpretálja így vagy úgy. Tehát tessék lemenni a mészerkezetig, megtanulni azt a nyelvet, ami egyébként a megértés akadálya is, mert tudósul ezt már úgy mondják, hogy hétköznapi ember meg se érti. Ez gyakorlatilag az egyik legkeményebb probléma, amivel szembe kell néznünk. De értsük meg, ez nem a föld problémája, ez a mi problémánk. Ez a Föld az elmúlt pár százezer évben, vagy vegyük a T-800 ezret, de rengeteg ilyen kis glaciális, interglaciális, jégkorszakolvadás, jégkorszakolvadás, mind keresztül ment. Mértékadó leletek szerint, tehát olyan elképesztő tengerszinti ingadozások voltak, több száz méter lemek, föl, meteorok, még egy meteor, egyebek, különböző katasztrófa események. Ez a Föld, ez, ez tovább pörög a tengelyek körül, hatalmas fajpusztulások után restaurálódik a természet. Ha egy millió évbe telik, akkor annyiba, ha csak pár százezerbe, akkor annyiba. Nekünk nem mindegy. Ez nekünk probléma. És mi nem vesztük észre, hogy mit csináljuk. Tehát, hogyha szisztematikusan le kéne rombolni egy bolygót, és egy idegenfaj rávesz téged arra, hogy te vedd ki a szénhidrogént, és tüzeld el, pár milliárd ilyen kis motorbal, és akkor a légkör majd úgy elszennyeződik, és fölmelegszik, és szélsőséges időjárás, és sivatagít itt, nem lehetett volna jobban csinálni. Perfekt. Úgyhogy mindenki lássa be azt a következményt, amiben élünk. Mindenki végezzel a kutató munkát, én nem vagyok klímaszakértő, Elvégeztem a saját magam olyan szintű munkáját, hogy a következő megoldó képletre jutottam. Nem fogunk belőle kijönni. Tehát ebből még nagyobb szenvedés lesz, mielőtt ez az egész elkezd letisztulni. Teljesen önpusztító módon rohanunk a fal felé, mert még mindig évi több milliárd tonna széndiokszidot és ekvivalens teszünk fel a légkörbe. Tehát nem lesz vége az előtt, hogy rosszabb ne lenne. Ezzel barátkozzunk meg. Na most, ha ez így van, akkor mi segít? Nem az segít, hogy bezárkózol és várod a végítéletet, mert nem lesz. Ha annyira egyszerű lenne, hogy csak így lehúzzuk a rolót, apokalipszis eljön viszontlátásra, hát akkor itt nem kéne semmit se csinálni, csak ezt megvárod, és akkor reszelt, és indul. De nem, nem ez. Folyamatosan romlik az egész. És éppen ezért tudatilag kell újra rakni az egészet. Ezt úgy hívjuk, hogy megfelelő életvitel a tudati minőség és az emberi minőség, tehát kapcsolat és közösség terén is. Tehát megfelelő viszony önmagunkkal a közösségben és a családban, megfelelő viszony a természettel, és egy olyan hozzáállás, amivel ezt az egészet másképp kezdjük el csinálni. Ez sem lehet rendszer szinten el Képzelni, Miért? Mert olyan tehetetlensége van a karmának, hogy ebből a jelenlegi rendszerek nem fognak kijönni harmonikusan. Tehát nincs belátás, nincs változás. Az van, hogy az eddigi tehetetlenséggel, amit az elmúlt 50-100 évben láttál, megyünk a falnak a széndrogén függés miatt. És ezért kell bizalmi alapú, lehetőleg transzcendens értékeket hordozó közösségeket, kapcsolatokat, hálózatokat szépen kiépíteni, hogy amikor kevés van valamiből, akkor ezt meg tudjuk osztani egymással, és ne egymástól akarjuk elvenni. A bizalom az csak abból lehet, hogy olyasféle értékeket vallunk, amelyek egymás épségét, áborítatlanságát, az egymásnak nyújtott segítséget biztosítják. Ezt a transzcendens értékek jól hordozzák. És a transzcendens értékekkel nem azonosak a szervezetvallások. Ezt nagyon fontos látni. A transzcendens érték azt jelenti, hogy te is, én is ugyanazon az oltáron elégetjük az egóitásunkat. Ugyanazt az önzetlenséget, és így bizalmat tudjuk tapasztalni. Ha te önzőbb vagy, mint én, nem bízom benned, mert az áldozatoddá válok. Hogyha mind a ketten ugyanolyan önzetlenek vagyunk, vagy mindannyian, akkor tudunk bízni egymásban. És akkor a kicsit is meg tudjuk osztani, különben elveszünk egymástól, és nem adunk egymásnak. Ezen múlik az egész. Minden más csak tudomány, környezet, gazdaság, politika, árképzés, élelmiszer, üzemanyag és a többi. Ezek mind külső dolgok. Ezeknek a következmény síkja nagyon világos, csak tessék a görbéket megnézni. Ennyi. De ami a megoldás, az bennünk van, az köztünk van, az a minőségünkben van, hogy hogyan kapcsolódunk egymáshoz, a természethez, és így a következő generációnak, a fiainknak, lányainknak milyen földet hagyunk hátra. A föld az egy elképesztő állapotban lesz. De hogy ők lelkileg mit kapnak, szellemileg mit kapnak, na az nem mindegy, azon tudunk változtatni. Jó? Köszönöm. Szívesen. Mit gondol arról a kérdésről, hogy az embernek sorsa van, illetve egy végzete, vagy pedig mindent a szabad akaratunk irányít? Érdekes, mert a közönségből, tőled nem messze, akkor a szemeket mereztet valaki, amikor arról volt hogy sors. Hogy ez hihetetlen. Látod az utadat? Hát bizonytalanul, tehát, hogy. El Aj, tudom jaj, képzelni, jaj, jaj. hogy lehet bármi is. Mi volt az, ami ma este téged idehozott? Spontaneitás. Ez sors vagy út? Nem tudhatom. De hogy nem? Honnan tudnám? Mert csak az önvaló az, ami nem tudható. A karmád minden eleme tudható. De mi van, hogyha amit én teszek, ez egy előre elrendelt és végzetbe torkolló dolog. Tehát, hogy azt gondolom, hogy szabad vagyok, de ez addig víz, hogy én gyakorlatilag végrehajtom, amire a sorsom elhivatott. Meg tudsz-e szabadulni ettől a gondolkodásmódtól? Hát, ha meditálok, biztosan. Tehát, hogy... Előbb-utóbb. Hogyha látod a döntési lehetőségeidet, kezedbe veszed a döntést? Vagy pedig eldobod, hogy döntsön valaki más? Mérleg vagyok, úgyhogy... Um... Nem vagy mérleg. Abban a jegyben születél, vagy az az aszcendensed. Nem mérleg vagy, humán vagy. Mondjad. De, de van valami. Tehát, hogy a... Van. Egy rakás téves nézet. Tehát... Na jó, is is. Attól függ, mennyire fontos a dolog. <sínt> Hihetetlen. <sínt> Sss, nekem az azt sem, de nem mondtam komolyan. Hogyha ragaszkodsz a karmádhoz, sorsod van. Ha látod a karmádat és te döntesz, utad van. Pillanatról pillanatra. Mindegy, hogy hány száz és hány ezer életnyi karma ketyeg a tudat küszöböd alatt és fölött. Ebben a pillanatban tisztán látsz -e vagy sem. Mersze dönteni, vagy sem? Együtt van-e a szabadság és felelősség benned, vagy sem? Felnőtté válsz-e szellemileg, vagy sem? Én azt szeretem mondani, hogy az embernek nem végzete van, hanem ebben a pillanatban kezdete. Ebben a pillanatban tudsz kezdeni valamit az életeddel, és így egymással is. De ha azt hiszed, hogy a karmát determinál, akkor csak sorsod van, múltad van, ugye? Ha kezdesz, akkor utad van és jövőnk van. Melyik kell? Na, melyik kell? Talán jobb lenne, ha az utamat jelne. Nem. Nem. Mindkettő kell. Látnod kell azt, hogy mi az a karma, ami már nem tudsz változtatni, ami beteljesült. Beteljesült az, hogy például idejöttél. Itt vagy. Ez már sors. Hogy hogy mész haza, az még út, mert még eldöntheted. Tessék már kontrasztban látni a kettőt, és nem az egyiket abszolutizálni. Oké? Okay? Kedves mérleg. Na hát. Okay. Egyéb kérdés? Szülő-gyerek kapcsolatban. Hogy viheti a gyerek a szülő karmáját tovább? Nem. Akkor e, most... Megállt. Nem viheti. Sajátját Akkor miért van az a sok hasonlóság? Mert egymáshoz születünk. Életében? Mert egymáshoz születünk, és úgy tűnik, hogy öröklődés van, meg hasonlóság van. Nem. Tehát az életútjuk, akkor ez egy külön, nem. csak a neveltetésből hozott kapocs lesz? Nem. Tehát semmi karma nincs benne? Nem. Van benne karma, nem csak a neveltetés, és egy ideig közösen megyünk, mert a gyerek ugye úgy és olyan helyzetbe születik, ahogy, ez szépen elkezd így elválni. Az, hogy párhuzamosan marad, metszik egymást, vagy távolodnak, az tényleg már egyéni karma kérdése. Óriási illúzió, hogy a gyerek viszi a szülő karmáját. A gyerek végig a saját karmáját viszi. De hogy a szüleitől közben mit kap, és mit ad, mi az, amit a szülők a neveltetés során, a nevelés során ki tudnak venni a gyerekből és bele tudnak rakni? Azért van egy kis formatív időszak, az első három évben azért nagyon lehet őket formálni. Még az első hétben is, úgy talán. Aztán prepubertás, dackorszak, és beüt az érés. Bum, ez ki. Ja, a fiam. Hát, a lányom, hát tényleg nem ilyennek ismertem. Úgyhogy. Minden lélek a saját útját járja, de nem egyedül. Minden lélek családba születik, vagy legalábbis emberpárhoz születik, egy férfihoz, meg egy nőhöz. És eközben úgy tűnik, hogy a karmánk hasonlít, holott csak párhuzamos úton járunk. Az ellentétek vonzák egymást, akár kreatív, akár destruktív módon. Az azonosságok megtartják egymást. Úgyhogy nehogy azt hidd, hogy a gyerek beteljesítheti a szülő álmait. Inkább fel kéne ébredni az álmokból, hogy mindenki a saját útját járja, nem egyedül, hanem közösen. És a saját választásaink jelölik ki azt, hogy kik azok, akik közös irányba mennek, és kik azok, akik nem. És ekközben átéljük az elképesztő kötődést egymáshoz. Például, hogy hogyan kötődünk a gyerekeinkhez, és ők hozzánk. Ez leírhatatlan. És ezt az elképesztő kötődést kell nagyon világos tudattal, tiszta szívvel, önzetlenül, egymás segítve művelni. Úgyhogy nem tévesztjük össze magunkat a gyerekeinkkel. Olyan vagy, mint én. Nem, a DNS-t kikeverte a gyerek, és ezért az arca hasonlít rá, de a lelke az a sajátja. És ugyanez a probléma, hogy az én gyerekem igen, hozzánk született, mint anyához és hozzám, mert én vagyok az apja. De nem az enyém, nem birtoklom, hanem teljes szabadsággal hoztam őt le, mert adtunk neki egy testet anyukával. És ezt a szabadságot a nevelés felelősségével, a gondozás felelősségével, a felnőtté tevés vállalásával kell szépen egyensúlyban tartani. Szeretünk kreatívak lenni, ugye? Teremtünk is rendesen a teremtettségért, a gyerekért, hogyan vállalunk felelősséget. Mert egy 5-5 uránus ciklusig 17-18 évig a miénk. A szónak a nem birtokló, hanem inkább a felelősség vállaló értelmében. Addig van esélyed, hogy valami érdemlegeset adj neki, vagy tanulj tőle. Utána ugyanolyan problémákat teli felnőtt lesz, mint te. Ennyit az álmokról. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok. Mélységes, mély fájdalmat hogyan lehet úgy élni, hogy tisztuljak, hogy ne pusztuljak bele? Neked fáj? Nekem. Ki miatt? A fia. Miért fáj a fiad? Mert nincs velem. Hány éves? Már nincs velem. Nincs ilyen. Nem él? Nem él. Mélységesen együtt érzek a vesztességeddel. Vissza Köszönöm. tudod hozni? Sajnos nem. Ki tudja visszahozni? Csak a szívem. Az sem. Egy beteljesületlen gyász folyamatban vagy. Nem vagy hajlandó elfogadni a vesztességet. És ezért, nem. És ezért megkeményedett a szíved és perleket a világgal. Hogy ez igazságtalan. Egyszer a Butha egyik tanítványának meghalt a csecsemőját. A csecsemő halandóság akkoriban Indiában elég gyakori volt. És odavitte a halott csecsemőt a Butha el, és azt mondta, hogy magasztos, kélek támaszt fel a fiam tudom, hogy képes vagy -e. Kérlek, támaszd volna, fiam. És erre a buddha azt mondta, hogy igen, meg tudom tenni, csak légy szíves, hozz nekem egy kenőcsöt. Ez a kenőcs mustármagból készül. És kérlek, hogy menj végig a falu házain, és olyan házból hoz nekem mustármagot, ahol nem történt haláleset. És a nő végigjárta a falut. És utána visszament a buddha elé, leborult, és azt mondta, hogy köszönöm a tanítást, magasztos, most már el tudom temetni a fiamat. Nem az a baj, hogy sírsz, hanem az a baj, hogy azt hiszed, hogy ez csak veled van így. Mindegyikünk átmegy az élet és halál szenvedése. És így osztozunk ebben a fájdalomban. Hogy milyen együtt érzek, de sem én, sem te, sem más, sem emberi lény, sem más lény nem tudja őt visszahozni, mert ez volt a karmája, hogy ment. Nem a kora, hanem a sora. És hogyha tisztán látod, hogy honnan jött, meddig volt, és miért ment, akkor előbb-utóbb el tudod ezt fogadni, hogy ez volt az ő útja. Azon vagyok. És ha tudunk benne segíteni, segítünk. Az a fontos, hogy ezzel nem maradj egyedül. Mert még ha a fiad után is mennél, akkor sem tudnád visszahozni. Ez is megfordult a fejedben. És nem egyszer. Tehát most még az a feladat a gyász folyamatban, hogy ezt a fájdalmat átéld, és vele, és nem mozdulj előle majd a fájdalom megy el, te nem. Mert még itt van dolgod. Ebben a testben, ebben az életben. Velünk. Köszönöm. Szívesen. Utolsó kérdés. Egy anya miért megy el ö, a gyerekeitől, és egy másik embert választ, és ö, ott is vállal egy gyereket, és ö, 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 nem, nem, foglalkozik a, a gyerekeivel. Hozd ide elején, a... és megmondom. Őt? Hm? Én, én, tudom körülbelül. Én nem. Én azt is tudom, hogy nem a saját kérdésedet teszed fel. Én magamit? Azt kéne föltenned, de nem azt teszed föl. Mi a saját kérdésed? Hát az, hogy öt éve nem foglalkozik a gyerekekkel, de előtte meg ő volt az életük. És elháttuk. Még mindig nem a saját kérdésedet teszed fel. Nem nekem hiányzik, mert én már elengedtem, csak a gyerekek azt is elengedtem, azt a részét is, hogy a gyerekeknek fájt, mert az ő nem cipelhetem. Önvédelemmel vagy teljesen tele. Igen. Uh -huh. És most az önvédelem mögött vagy, és megint nem a saját kérdésedet teszed fel. Az lenne az első, hogy te neked mi a szereped ebben az egészben. És ezt a viszonyrendszerrel... Hát, az, Lehetne hogy leírni? A gyerekeket nevelem én. És a, most, most jössz, most kezded a saját kérdésedet. Igen, a gyerekeket föltenni. nevelem, és én a, 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 ezt a részét, ezt vállalom, és a, az a mi. A, 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 ő feléjük van, az, az, már az ő dolguk, hogy most rendezik el, vagy kell. Neked kell megismerni ennek a nőnek a lelkét, amilyen mélységben akarod. Én ismerem a lelkét, csak egy másik ember által van ő befolyásolva, mert van, akivel összejött, az egy ilyen narcisztikus ember, és nem engedi a közelébe a gyerekekhöz egyáltalán. Mi a te szereped itt, hogy te hogyan tudsz segíteni? Én ebben nem tudok segíteni, hogy most itt közelebb hiba. kerüljön. Ezért mert kérdezzel másról? Nem, nem, nem tudok vele kommunikálni nem. se. Nem, nem, a, a párommal, nem. vagy a ex Nem. Azt választod, hogy nem kommunikálsz vele. Tehát tisztes az erőfeszítés, kudarc. Még erőfeszítés, még kudarc. Az nem azt, hogy nem lehet. Nem, az, az a baj, hogy a, a, a párja tiltja attól, ő kommunikálna velem, de a nagyobb a félelme, hogy én velem kommunikáljon. Mert érzem, hogy kommunikálna velem, csak nem mer, mert a fogságában van. Azt néznek, én, hogy... mind, én nyitott vagyok rá, hogy beszéljek vele, és nem ö, ö, haraggal, meg ö, semmi nincsen bennem. Elég volt, köszönöm. Azért nem megy ez a folyamat, mert a saját szerepedet és a saját lehetőségeidet ebben nem látod. A mások hibáját szeretnéd látni benne. Ezért kérdeztél róla. Magadban kell azt az utat megtalálni, hogy ha te ebbe a viszonyrendszerbe, családi mátrixba belementél, akkor azt miért tetted? Neked mik a lehetőségeid, és te hogyan tudsz segíteni? Másban nincs megoldás. Semmi módon nincs megoldás. El kell mondanom, hogy rengeteg elfolytott indulat van benned. Elképesztő mennyiségű. Pedig nincsen. Egyáltalán én már elengedtem ezt, hogy haragudnák rá. Nem, Csak új, hogy új, mi működhet egy, egy ilyen nőbe. Én ezt nem tudom megfejteni. De tudom már, hogy nem meri felvállalni önmagát. Akkor és az én, én felesleges lettem. Hölgyeim és uraim, igyekszem mindenki számára ma este feleslegessé válni. Megköszönöm, hogy ma ismét itt találkoztunk, akik többet jöttek. Remélem, hogy továbbra is együtt tudunk gyakorolni a tatabányai közösségben is, illetve a templomban is. Megköszönöm segítőinknek azt az áldozatos munkát, amelyet végeznek a templomban és templomon kívül, és remélem, hogy mindannyian elérhetünk egy felébredettebb állapotot, és megszabadíthatunk mindennét a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.